Despesi korona az az alkalom, amikor a Despes kerület területén szolgáló összes pap összejön, és hát eltölt együtt egy délelőttöt. A plébániánkon rendezzük meg a kerületünk esperesi koronáját, esperesi gyűlését. Itt vagyunk a templomban, ahol pedig egy felújítás zajlik, ami a tavalyi évben húsvét után kezdődött. Egy egyházmegyei támogatásból valósulhatott meg. Elég sok mindent kellett csinálni. A tetőn komoly javítások történtek, héjazat cseréje, úgyhogy ez a műemléki szempontoknak megfeleljen. Aztán itt a templomon belül a teljes belső felújítása a szekkóknak, díszítőfestésnek, illetve a lábazatnak, illetve az urnatemetőhöz is készült egy lejárat. Hátra van még néhány kisebb munka is, illetve a plébánián még a tetőnek a javítása, megújítására kerül sor. Az egyházmegyék Espes kerületekre vannak felosztva, és az Espes kerületek ugye plébániákból állnak, olyan 8-10 plébánia tartozik körülbelül egy esperes kerülethez. A jelentősége egyrészt az, hogy találkozzunk, együtt legyünk, közelebb kerüljünk egymáshoz. A mi esperes kerületünkben itt Pest-Szentlőri Soroksáron mi sokkal gyakrabban találkozunk, minden héten együtt reggelizünk, és így aztán hát ismerjük egymásnak a problémáit, egymásnak az életét, belelátunk egymás plébániájának az életébe is, és hát lehetőség van esetleg közös tevékenységre, pasztoráció összehangolására bizonyos területeken. 15 évvel ezelőtt kezdtük nagyjából, 3 plébános jöttünk össze, és hát abból egy komoly ifjúsági pasztoráció fejlődött ki. Közös ifjúsági táborokat szerveztünk, közös tanórák is voltak még, meg közös lelki gyakorlatok. Itt ezen a mai espersi koronán egy különleges eseményre is sor fog kerülni. Két leendő pap, szentelendő pap fogja letenni a papi esküjét. Budapest 20. kerületében vagyunk, Pesszent Erzsébeten, szabótelepi Jézus szíve plébánia templomban. Esperesi koronánk házigazdája ez a templom. Egy olyan közel másfél éves folyamat után a templomunk kívül-belül megújult, egy komoly nagy felújításon vagyunk túl, mert korábban igen sok beázás volt a templomban, de ezt sikerült megjavítani, belső festéssel, hangosítással, világítással, tehát egy nagy átfogó munkán vagyunk túl, és reményeink szerint talán egyre több embert fog vonzani a megújult, megszépült templom. Mindezt köszönjük az érsekségnek és mindazoknak, akik támogatták ezt a munkát. Nagyon fontos dolog, hogy atyák így kötetlenebb módon is együtt legyünk, ilyenkor mindig egy imádsággal szoktunk kezdeni, aztán van valamilyen téma, ma így a saját dolgainkról, az egyház dolgairól, liturgiáról, meg közösségről, meg a szolgálatainkról fogunk majd beszélgetni. És hát azon túl, hogy nyilván egyeztetünk bizonyos praktikus dolgokat, akár mondjuk a miserendről, a nyári miserendről is szó lesz ma, de a lelkülete is fontos, hogy így papok együtt legyünk, ezért van egy ilyen kötetlen formájú együttlét a végén ebéddel. Ma egy ilyen egyéb praktikus szempont is előjön, hogy az egyházmegye részéről itt van valaki, aki segít bennünket abban, hogy a számlákat, elektromos meg gázszámlát, azoknak a tarifáit egyeztessük, hol lehet esetleg jobb megállapodásokat kötni. Szóval igazából magunkról szól ez az esperesi korona. Néha van valami központi téma, amit bíboros úr ír elő, és akkor arról beszélünk, hogyha pedig ilyen nincs, akkor hát saját magunk hozunk ide különféle témákat.